Nyári mérleg. Több mint 1100 vizsgálatot végzett az észak-alföldi régióban a NAV a nyári időszakban. A vállalkozások közül minden negyediknél észleltek szabálytalanságot a revizorok. Rendeletmódosítás. A magánszemélyeknek még 9 hónapjuk van arra, hogy hagyományos kazánokra cseréljék elromlott készülékeiket. Dollár papa. Gábor Andor komédiáját Lendvai Zoltán állította színpadra Nyíregyházán. A zenés darab nyitja szombaton a Móri Zsigmond Színház idei új évadját. Több mint 1100 vizsgálatot végzett az észak-alföldi régióban a NAV a nyári időszakban. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Kiemelten ellenőrizték a szezonális termékeket árusító vállalkozások mellett a szabadidős tevékenységet és az egészségmegőrző programokat kínáló szolgáltatókat. A vállalkozások közül minden negyediknél észleltek szabálytalanságot a revizorok, a várható mulasztási bírság így meghaladja majd a 35 millió forintot a régióban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal beszámolója szerint a nyári időszakban ugyan felhívták a figyelmet az ellenőrzések fokozására, mégis azt tapasztalták, hogy lazult a fegyelem a nyugta és számlaadás területén. Ezek mellett főként a foglalkoztatottak bejelentésével kapcsolatban találtak szabálytalanságokat az adóhivatal munkatársai. Az észak-alföldi régióban több mint 1100 vizsgálatot indított a NAV a nyári ellenőrzési akció több mint 2 hónapjában, és sajnos minden negyedik ellenőrzésünk valamilyen megállapítással zárult, ami azt jelenti, hogy minden negyedik vállalkozást valamilyen szankcióval sújtania kell a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. Jelen voltunk a szezonális terméket árusító vállalkozók körében, tehát ellenőriztünk dinnyeárusokat, zöldség-gyümölcskereskedőket, fellelhetőek voltak a kollégák, vagy felismerhetőek voltak, ha valaki felismerte őket a strandokon, a szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon, de extrább bevetésekre is sor került az idei évben, mert mindig próbálják a kollégák egy kicsit követni a vállalkozói szféra fejlődését is, vagy hogy úgy mondjam, az életfejlődését is. Gera Badics Rita hozzátette, a NAV minden szezonhoz próbál alkalmazkodni, így ősszel is várhatóak koncentráltabb ellenőrzések. A Mindenszentek és a Halottak napi ünnepekkor a virágárusok és az alkalmi kitelepülő árusok is számíthatnak ellenőrzésre. Egy rendeletmódosításnak köszönhetően a magánszemélyeknek még 9 hónapjuk van arra, hogy hagyományos régi típusú kéményes vagy turbós kazánokra cseréljék az elromlott készülékeiket. 2016. július 1-je után ugyanis már csak az újfajta, gazdaságosabb, de jóval drágább kondenzációs kazánokat lehet majd üzembe helyezni. A cégek esetében szeptember 26-a óta már csak ez utóbbira van lehetőség. Egy Európai Uniós jogszabály szerint a cégek már csak olyan gázkazánokat helyezhetnek üzembe, amelyek szezonális hatásfoka legalább 86%. Erre azonban a régi típusú kazánok nem, csak az újfajta kondenzációs készülékek alkalmasak. A magánszemélyek közül már most többen az újabbat választják, pedig nekik még 9 hónapjuk van a szigorúbb követelmények betartására. Mindenképpen az energiatakarékosság vezérel minket is, ugyanis elég régi a kazánunk, és az ember lecseréli a hűtőjét, minden háztartási gépét, és a kazán is úgy érzem, hogy rendkívül sokat fogyaszt, ezért folyamatosan gondolkozunk rajta, hogy mi a legjobb megoldás. Most, hogy hallottuk a hírekben, mindenképpen szeretnénk lecserélni energiatakarékosra. Az egyik nyíregyházi kazánokat és árusító üzletben elmondták, a régi típusú készülékek még elérhetőek a piacon. Ha van rá lehetőségük, akkor nyilván újabb, úgymond gazdaságosabb készülékre cserélik le, és nyilván ez a fejlesztési programnak a célja is, hogy ezek a készülékek kerüljenek most már előnybe, tehát ez lesz a jövő, magyarán mondva. De akinek még nincs lehetősége, az próbálja most azonnal megoldani azt, hogy a régi készülékét vagy felújtsa, vagy pedig ugyanolyan típusú készülékre cserélje. Tehát itt, de azért tudni kell, hogy az egyik az költséghatékonyabb, tehát a megtakarítása sokat számít, ezt még mindig elmondjuk, mint eladók, mert itt azért számít az, hogy éveken belül rengeteget spórolhat egy készüléken, egy bizonyos készüléken. Tehát bármilyen készülékről beszélünk, ami egy magasabb hatásfokkal rendelkezik, az nyilván annak jobb a teljesítménye, a hőladása, tehát onnantól kezdve spórol, magyarán mondva vele. A vízmelegítő bojlerek esetében 2017, a szilárd tüzelésű berendezéseknél pedig 2018. szeptember 26-a után lesznek majd szigorúbbak a követelmények.
Fontos különbséget tenni menekültek és gazdasági bevándorlók között, hangsúlyozta Kovács Sándor, fideszes országgyűlési képviselő Máté Szalkai sajtótájékoztatóján. A kormánypárti politikus elmondta, a háború dúlt a Szíriából érkezők valóban jogosultak a segítségre, ám európai vezetők felelőtlen kijelentései miatt más országokból is tömegek indultak útnak kizárólag gazdasági érdekből. Kovács Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy akár több millióan is útra kelhetnek, ezért Magyarország megtette a szükséges intézkedéseket a határzárral és a szükséges jogszabályok megalkotásával. A tájékoztatónak képviselő határozottan cáfolta az utóbbi napokban elterjedt hírt, mely szerint Máté Szalka és Ópályi között egy régi katonai objektumban menekülttábor kialakítását tervezik. Sem Ópályban, sem Szabolcs-Szatmár-Beregvényén, Magyarországon sem akarnak több helységet kialakítani. Azt gondoljuk, hogy a meglévő szálláshelyek ugye a jogszabály alapján, hogyha jelentkeznek bevándorlási kérelemmel, akkor ezeket el kell helyezni. Elhelyező magyar állam erre rendelkezésre áll. A tranzitzóna, illetve olyan bevándorlókat ellátó táborok, menekülttáborok, amelyek tudják kezelni ezt, és innen az elbírálás után szállítják őket tovább Ausztriába, Németországba, hova menni akarnak. Kategórisan ki tudom jelenteni újra, hogy sem Szabolcs-Szatmár-Beregben, sem Ópályban nem lesz menekülttábor. Újra változik az érettségi rendszer a 2016-17-es tanévtől, ennek vesztesei pedig ismét a tovább tanulni szándékozó diákok lesznek, hangsúlyozta az MSZP nyíregyházi tájékoztatóján Jeszenszky András, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei választmányi elnök. Az ellenzéki politikus szerint komoly nehézségekkel kell majd szembenézniük az érettségizőknek, mivel nem felmenő rendszerben vezeti be a változásokat a kormány. Az észszerű az lenne, hogy egy felmenő rendszerben rákészülni lehet a tanulóknak arra, hogy egy új típusú rendszerben kell érettségizniük. Arról nem is beszélve, hogy ez a rendszer figyelmen kívül hagyja azt, hogy miközben felfut az új típusú kerettantervi képzés, addig a még 5 éves képzésben tanulóknak az utolsó évfolyama érintetté válik ebben az új típusú érettségiben. Tehát megint elfelejtették azt, hogy Magyarországon 5 éves képzési forma is létezik, és ennek a kifutó évfolyama ugyanúgy a kárvallottja lesz ennek az új típusú érettségi rendszernek, mint ahogyan egyébként az új típusú kerettantervben tanulók. Négyes karambol történt ma reggel 7:30 a 41-es főúton az Orosi út bevezető szakaszán. 3 személygépkocsi állt egymás mögött egy piros jelzőlámpánál, amikor egy mikrobusz az állójárművekbe belerohant. A balesetben jelentős anyagi kár keletkezett, az egyik vétlen autó totál károsra tört. A baleset forgalmi fennakadást okozott a reggeli csúcsforgalomban. Kifejezetten rosszul alakult az idei gomba szezon. A csapadékszegény meleg idő miatt a tavaszi és a nyári fajokból alig termett a térségben. A nyíregyházi búzatéri piac egyik gomba szakellenőre arról tájékoztatta televíziónkat, az ősz még szerencsét hozhat a gombászoknak, hiszen az elmúlt időszakban többször jelentősebb csapadék esett, a következő napokban pedig melegedés várható. Ezek a feltételek pedig kedveznek a gomba fejlődésének. A búzatéri piacon szinte senki nem árul gombát, a gombavizsgálónál pedig míg máskor hosszú sorokban állnak a gombát szedő emberek, addig most naponta mindössze 3-4 gombász fordul meg. Szakács József több mint 45 éve szed gombát, de ilyen rossz szezonra nem emlékszik. Én szerintem ez az idei most nagyon gyenge volt, egyáltalán nem is találtam gombát. Annyi, hogy találsz nem 1-2 kilónyit, az nem gombaszerelés, legalább egy 15-20 kilónak kell lenni. A kifejezetten rossz gombaszezon okozója a csapadékszegény meleg idő volt, ám az ősz az esős párás idő mellett még hozhat meleget is. A gombaszak ellenőröknek pedig a kevés számban behozott gombákat is ellenőrizni, vizsgálni kell, ez például pöfetek gomba. Ameddig fehér a belseje, addig lehet fogyasztani. Mikor már kell sárgulni, akkor megérik a spóra, és akkor ételmérgezést lehet kapni tőle. Ennek a kis vékony hártyáját, ami borítja, ezt le kell szépen szedni, és már is lehet fogyasztani. Akad olyan is, aki mérgező gombát hoz be. Ez például a kerti őzlábgomba, amelyet nem adtak vissza már a szedőjének. Gombavizsgálat teljesen ingyenes, és ajánlott mindenkinek, ha gombát szed, ne nájlonzacskóba, kosárba szedje, vagy papírzacskóba, mert nájlomba befülled a gomba, és megromlik. Nem gombamérgezést, hanem ételmérgezést fog kapni. A másik pedig, hogy
ajánljuk mindenkinek, hogy hozza be a gombát. Ingyenes, megnézzük nagyon szívesen, és elkerüljük a bajokat. A nyíregyházi búzatéri piacon a gombavizsgáló minden nap nyitva tart, már reggel 6 órától 13 óráig. A milliómosnak hit nagybácsi, aki megoldja a család anyagi gondjait, ő a dollárpapa. Gábor Andor komédiáját Lendvai Zoltán állította színpadra Nyíregyházán, a zenés darab nyitja szombaton a Móricz Zsigmond Színház idei új évadját. A szereposztás kiváló, a darab mondani valója örök, a pénz komédiájának főszerepében pedig Józsa Imrét láthatja a közönség. Anyus, én zongora órán voltam. Ne is mondjam, ugye, hogy a Blejjernéni kéri, hogyha lehetne a pénz. Ne is mondd, fiam! Mi kell a boldogsághoz? Pénz? Kérdezi az egyik eladósorban lévő lánya színpadon. A teljesen elszegényedett magyar család egyetlen reménye a Kanadában élő nagybácsi vagyona, ami kihúzhatja őket az adósságból és megalapozhatja a fiatalok jövőjét is. Persze, hogy a nagybácsi hazatér és kiderül, semmije sincs, ezután kezdetét veszi a komédiákra jellemző hazudozás. Ismert dalok, jó karakterek, a dollárpapa, a pénz több mint egy évszázados komédiája. Láthatta már a közönség filmen és színpadon egyaránt. Nagyon hálás szerepek van benne, és nagyon jól van megírva. Ez egy nagyon, nagyon jó szerző. Nagyon sok kabarétréfától kuplét keresztül mindenfélét írt. Nagyon ügyes, nagyon jó játszható és nagyon szórakoztató karaktereket ír, úgyhogy nekünk volt örömünk ebben dolgozni. A sokoldalú Gábor Andor 1917-ben írta a művet, aminek filmváltozatát 1956-ban készítették el. Lendvai Zoltán rendező először állította színpadra a darabot. A bemutató előtti utolsó simításokba is bepillanthattunk a főpróbán. A darab üzenete örök érvényű. A szereplők keresik a saját boldogulásuk lehetőségét, a pénzt, a jólétet. A könnyed, befogadható humorú, nyelvezetében korhű előadást a filmből ismert dalok teszik igazán szórakoztatóvá. A Móricz Zsigmond Színház előadásában látható lesz többek között Józsa Imre, Puskás Tivadar, Pregicer Fruzsina és Jenei Judit is. Negyedik alkalommal rendezték meg a Hársfalvi Péter emléknapot a Nyíregyházi Főiskolán. Az eseményről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A hétvégén rajtol a szezon a férfi kosárlabda bajnokságban. A Marsony Nyíregyháza a nyitó fordulóban szombaton 18 órai kezdettel a MAFC csapatát fogadja a Bemiskola csarnokában. A klub vezetője a tervekről és elvárásokról ma tájékoztatták a sajtóképviselőit. A hetedik fordulóban Nagyhalászban győzött, így megőrizte 2 pontos előnyét a tabella élén a Nyír Gyulaj a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Negyedik alkalommal rendezték meg a Hársfalvi Péter emléknapot a Nyíregyházi Főiskolán. Az eseménnyel a Történettudományi Tanszék alapítójára emlékezett a Történettudományi és Filozófiai Intézet, valamint Ófehértó község önkormányzata. Az emlékülésen hirdették ki a Hársfalvi Péter tanulói ösztöndíj idei nyerteseit is. Dr. Hársfalvi Péter a Nyíregyházi Főiskola történelem tanszékének alapítója volt. 1985-ben bekövetkezett haláláig tanárok generációit oktatta. Kollégái és szülőfaluja Ófehértó önkormányzata 2014 óta tartanak emléknapot, ezzel tisztelegve a Hársfalvi tanár úr által teremtett értékek előtt. A szervezők 2 kategóriában hirdettek ösztöndíjpályázatot a tehetséges ófehértói diákok számára. A díjat minden évben azok a 8. és 10. osztályos tanulók kapják, akiknek kiváló a tanulmányi eredményük, és elmélyülten foglalkoznak a történelemmel. 20-20 ezer forintot kapnak azok a diákok, akiknek a pályamunkáit elbírálták a kuratórium tagjai, és odaítélték ezt a díjat. Ez egy egyszeri készpénzes ösztöndíj, amivel igyekszünk segíteni a tanulmányaikat. A konferencián a pályázat eredmény hirdetését tartották, a díjat Ófehértón a képviselőtestületi ülésen vehetik majd át a győztesek. Az idén mindhárom díjazott a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium tanulója, Ipolyi Gréta 11., Boros Fruzsina és Moldván Andrea pedig 9. osztályba járnak. Nagyon boldog vagyok és büszke, hogy átvettem ezt a díjat, mert Hársfalvi tanár úr is Ófehértón született, mint én, és nagyon szeretem a történelmet.
A konferencia második részében az érdeklődőknek a Megyeszói Általános Iskola történelem tanára az Involen elnevezésű virtuális kalandjátékot mutatta be. Az iskola diákjai az Involen országos döntőjét megnyerték, így ők képviselhették hazánkat az olaszországi nemzetközi versenyen. A hely alapú, helybázisú játékunkkal kijuthattunk Firenzébe a záró konferenciára, ami egyben a záró döntő is volt. Igazából itt a negyedik helyezést sikerült elérnünk, ami úgy gondolom, hogy egy hátrányos helyzetű Borsod-Abaúj-Zemplén megyei viszonylatban is hátrányos helyzetű település kisiskolájának egy óriási eredmény, óriási lehetőség. A konferenciát követően a résztvevők az izgalmas virtuális kincskereső játékot ki is próbálhatták. A hétvégén rajtol a szezon a férfi kosárlabda bajnokságban. A Marsonyi Nyíregyháza a nyitó fordulóban szombaton 18 órai kezdettel a MAFSZ csapatát fogadja a Bemiskola csarnokában. A klub vezetője a tervekről és elvárásokról ma tájékoztatták a sajtóképviselőit. 15. élvonalbeli szezonjának vág neki a nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. A nyáron változás történt a klub tulajdonosi szerkezetében, az önkormányzati szerepvállalást követően kettős az elvárás a Marsonyi-Nyíregyházával szemben. Szeretnénk bejutni hosszú idő után a play-offba, tehát a 8. helyet szeretné elérni a csapat. Ehhez sikerült a magyar magot megerősítenünk, két válogatott szintű nyíregyházi játékossal, Busz Ivánnal és Lekli Józseffel, és sikerült a légiós keretünket, tehát a 4 légiós helyünket is úgy gondoljuk, hogy megfelelően feltölteni. Tehát a 8. hely az egyik cél, a másik pedig az, hogy gyakorlatilag egyedüli csapatként a bajnokságban 6 nyíregyházi nevelésű játékossal nekivágunk a szezonnak, és minden évben szeretnénk az utánpótlásból legalább egy játékost elkezdeni beépíteni a felnőtt csapatba, ez nem egy, de inkább 2-3 éves folyamat. A csapat 13 mérkőzésen lépett pályára a felkészülési időszakban. Sitkó Ernő szakmai igazgató szerint már az első meccseken el kell kezdeni a győzelmek gyűjtögetését. Ezt az időszakot kellene kihasználnunk, amikor a többi csapat még a kialakulás szakaszában van. Ilyenkor kellene mérkőzéseket nyerni, hiszen a bajnokság nem áprilisban kezdődik, hanem már ezek a mérkőzések is ugyanolyan súllyal szerepelnek a bajnoki tabellának a kialakításában, mint az utolsó mérkőzések, és nem szeretnék abba a hibába kerülni, hogy januárban azt számolgatjuk, hogy ha ez a mérkőzés meg lett volna, és ha az meg lett volna, akkor most itt lennénk, annak nincs jelentősége. Már az első pillanatban nekünk koncentrálni kell, és megfelelő szervezettséggel kell játszanunk. A sérüléséből felépülő Lekli József mindenképpen győzelmet vár a MAFSZ elleni nyitányon. Nem lesz egyszerű mérkőzés szerintem, mert nagyon akarjuk mi is a győzelmet, illetve a MAFSZ is, de hazai pályán mindenféleképpen be kell húznunk. Nagyon jól dolgozott szerintem a csapat, megtettünk mindent, amit kértek tőlünk, úgyhogy bizakodóak a jelek. Én is úgy érzem, hogy szerintem egy ilyen 25, ha minden jól megy, akkor 30 percet tudok játszani, és megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy a csapat győztesen hagyja el a parkettet. A Marsonyi-Nyíregyháza MAFSZ mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsi Televízió nézői pedig vasárnap 21 órától láthatják az összecsapást. A 7. fordulóban Nagyhalászban győzött, így megőrizte 2 pontos előnyét a tabella élén a Nyírgyulaj, a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Az ellovas mögött kicsit szétrázódott a mezőny, a 12 gólt szerző Ibrány fellépett a második helyre, harmadikként pedig a Tuzsér várja a folytatást. 35 gól született a megyei első osztály 7. fordulójában, a bő góltermés 4-mesnek köszönhető. Az Ibrány 12 núra győzte el a sereghajtó Tiszalököt, a Baktaló Rendháza 6-3-ra nyert Fehér Gyarmaton. Az Éllovas Nyírgyulaj 4-1-es sikerrel távozott Nagyhalászból, a Máté Szalka pedig 4-2-re múlta felül a jó rajt után megtorpanó Sényűt. 3 mérkőzésen 1 gól született a Kemecse Tiszavasvári Tuzsér Szakoly összecsapáson, a hazai szurkolók örülhettek, a Tiszakanyár nagy eset találkozó után viszont a vendégek lehettek elégedettebbek. A Gyulaháza Mándokmeccs gól nélküli döntetlennél zárult. A tabella élén a 18 pontos Nyírgyulaj áll, megelőzve a 16 pontos Ibrányt, a 15 pontos Tuzsért és a 14 pontos Nagyecsedet. A Tiszakanyárnak és a Sényőnek egyaránt 13 pontja van. 12 pontot szerzett a Mándok, 10-et a Gyulaháza, 9-et pedig a Fehér Gyarmat.
A Baktolórendház, a Tiszavasvári és a Szakói 7-7, a Máté Szalki és a Kemecsi 6-6 ponttal várja a folytatást. A két pontos nagyhalászt, amíg pont nélküli sereghajtó Tiszalök követi. A 8. forduló párosítása a következő, Tuzsér nagyhalász, Baktolórendház a Gyulaháza, Tiszavasvári Tiszakanyár, Nagyecsegy Nyírgyulaj, Ibrány Fehérgyarmat, Mándok Kemecse, Szakói Máté Szalka és Sényű Tiszalök. Híradunk végén, nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Több mint 1100 vizsgálatot végzett az Észak-Alföldi régióban a NAV a nyári időszakban. A vállalkozások közül minden negyediknél észleltek szabálytalanságot a revizorok. A várható mulasztási bírság így meghaladja majd a 35 millió forintot a régióban. Egy rendeletmódosításnak köszönhetően a magánszemélyeknek még 9 hónapjuk van arra, hogy hagyományos régi típusú kéményes vagy turbós kazánokra cseréljék az elromlott készülékeiket. 2016. július 1-e után ugyanis már csak az újfajta, gazdaságosabb, de jóval drágább kondenzációs kazánokat lehet majd üzembe helyezni. A milliómosnak hitt nagybácsi, aki megoldja a család anyagi gondjait, ő a dollár papa. Gábor Andor komédiáját Lendvai Zoltán állította színpadra Nyíregyházán. A zenés darab nyitja szombaton a Móri Zsigmond Színház idei új évadját. A Kölcsei Televízió híradóját látták csütörtökön, ha a legfrissebbekkel holnap este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is napos időre számíthatunk. Egy anticiklon déli peremén térségünk fölé többnyire száraz, néhány fokkal melegebb levegő érkezik. Éjjel gyengén felhős idő várható, hajnalban párássá válik a levegő, kötfoltok is lehetnek, csapadék azonban nem lesz. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben derült idő várható, sok napsütéssel csapadék nem várható, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szombaton kezdetben napos idő várható, majd nyugat-délnyugat felől széles felhősáv érkezik, amelyből azonban eső nem valószínű. Vasárnap is napos és felhős időszakok váltják egymást számottevő csapadék nélkül. A hőmérséklet a hétvégén a 20 fokot is meghaladhatja, és vasárnaptól enyhülnek az éjszakák is. A jövő hét elején változékonyabbra fordul időjárásunk, de lehűlés a hét közepéig nem várható.